Az első fordulóban a várdaiak egy gólos győzelmet arattak Székesfehérváron, így a jó rajt után a hazai szurkolók bíztak az újabb sikerben. A mérkőzés elején felváltva estek a gólok, a 10. percben még csak 3-3 állt az eredményjelzőn. A folytatásban 3 gólos erényt szereztek a vendégek, de a hazaiak lefaragták hátrányukat, sőt a szünetre 11-10-es kisvárdai vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után felpörgött a házigazda, 17-14-nél úgy tűnt, hogy Máté Fiasztán együttese eldönti a mérkőzést, azonban a Budaörs nem adta fel, 20-20-nál már ismét egyenlő volt az állás. A hajrában 2 gólos erényt szereztek a 9 találatig jutó Szőlősi Zácsik által vezérelt vendégek, amelyből egyet meg is őriztek, így a Kisvárda 23-22-es vereséggel zárta a találkozót. Tudtam, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, tehát tavaly is már 2 komoly meccset vívtunk a Budaörssel, és nem igazán egy döntetlenre futotta itthon a hazai környezetben, de azt nem gondoltam volna, hogy nem tudjuk itthon tartani a 2 pontot. Talán ez a fehérvári siker egy picit elaltatott bennünket, a csapatot, és azt gondoltuk, hogy majd ez is nagyon könnyen fog menni. Talán még időben jött ez a pofon, ahhoz, hogy hát a folytatásban azért ennél lényegesen jobban kell szerepelnünk, sokkal jobb teljesítményekre lesz szükség, és én bízom benne, hogy meg fogjuk tudni oldani ezt a problémát. A vendégek edzője szerint mindkét csapat idény elejé játékot mutatott, és a szerencsének is volt némi szerepe abban, hogy a Budaörs zárta győzelemmel a mérkőzést. Inkább küzdelmes, mint jó mérkőzés volt, és azt gondolom, hogy kicsit mi voltunk szerencsésebbek, én azon, hogy nagyon kiegyenlített volt az egész mérkőzés, viszont az látszik, hogy mind a két csapat átalakult a nyáron, és nagyon sok, éppen ezért nagyon sok egyéni megoldás született, ami nyilván még ebben a fázisban teljesen értető. Én azt gondolom, mind a két csapat jobban fog teljesíteni a későbbiekben, ahogy összeérik a játékos állomány. A forduló további eredményei a következők: Ferencváros Békés Csaba 22-19, Dunaújváros Vasas 34-21, Érd MTK Budapest 23-17, Győr Siófok 31-20 és Debrecen Vác 29-28. A Kisvárda a következő fordulóban Békés Csabán lép pályára.